Sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép hétfői délutánon. Az Út a Wembleyben negyedik részében ma nagyon megpróbáljuk megtolni ezt az adást, hiszen amellett, hogy elemzünk, több érdekes témát is elhoztam. Például megint lesz a kötetlenül rovat, és 6 mérkőzést fogunk kielemezni, és bemutatjuk majd a magyar válogatottnak a 2017-es évét, folytatva azt a sorozatot, amit az előző adásokban elkezdtünk, ezzel hangolódva arra, hogy azóta, amióta kint voltunk az Európa-bajnokságon, mindent keresztül válogatott 5 éven keresztül, most ennek az újabb részét láthatjátok, úgyhogy nem tudok más mondani, jó szórakozást az elkövetkezendő jó néhány perchez. És akkor itt is vagyunk, és ma lesz az első nagyobb elemzésünk majd itt az Európa-bajnokság mérkőzéseivel. Mai vendégem pedig a Spiller TV műsorvezetője, illetve kommentátora Baumstark Tibor lesz, úgyhogy szervusz Tibi, köszöntelek a műsorban. Szia Ákos, köszönöm a meghívást. Mielőtt belevágnánk így az összes mérkőzésnek az elemzésébe, kicsit azt szeretném megkérdezni tőled, hogy neked eddig mik a benyomásod erről az Európa-bajnokságról, mint az első pár nap után? Hát nagyon nehéz lenne úgy itt összegzést készíteni, vagy úgy elmondani a benyomásokat, hogy az ember nem azzal az esettel kezdi, ami a legmegrázóbb és a legmegdöbbentőbb volt. Nyilvánvalóan Christian Eriksen összeesésére és szívmegállására gondolok, a Dánia-Finnország mérkőzésen. Az egy borzasztóan sokkoló és nehéz és nehezen megélhető élmény volt számomra, pláne úgy, hogy nem titkoltam soha, hogy nekem a szívemhez borzasztó közel áll Eriksen játéka, még a Spursben, és aztán most az előző szezonban az Interben is borzasztóan kedveltem azt, amit tőle láthattunk. Tehát ez a legemlékezetesebb. De hogyha összességében nézzük, én egy kicsit bevallom, kevesebbet vártam azoktól a csapatoktól, akiket előzetesen esélyesnek véltünk, így az olaszoktól, a belgáktól és az angoloktól is győzelmet láthattunk kezdésnek. Eddig szerintem ez az a három csapat, amelyik úgy lépett pályára, hogy akár a végső győzelemre is esélyesnek tartjuk őket. Te valóban, ahogy említetted, az Eriksenes eset az valami brutális volt. Kezdjük akkor ezzel. Te személy szerint ezen a Dánfin meccsen ezt hogy élted meg? Nagyon rosszul, mert ezt látni élőadásban szerintem rettenetesen megrázó. Emberségből és a karakterből példát tudtak mutatni azok a dán játékosok, mint Simon Kjær vagy a kapus Kasper Schmeichel, hogy hogyan is lehet egy ilyen szituációt tényleg hősként kezelni, azzal, hogy körbeállták őt addig, ameddig az újraélesztés zajlott, azzal, hogy Kjær megiktatta Eriksen feleségét, azzal szerintem olyan emberi oldalát villantotta meg, ami eddig csak nagyon kevesek számára volt ismert. Hát bevallom, mi a feleségemmel könnyek közepette néztük az eseményeket, és borzasztóan örültünk az első biztató híreknek, azoknak meg még inkább, amikor már arról volt szó, hogy éber állapotban van, kommunikáltatásaival, beszélt az ügynökével, beszélt az édesapjával, Christian Eriksen, úgyhogy szerencsére úgy tűnik egyelőre, hogy ez a történet megnyugtató véget érhet, még hogyha közben hát nem sokat adtam volna azért, hogy ez így zárul majd. Most így mennyire lehetne tényleg reálisan futball tekintve értékelni azt, hogy Finnország győzelemet tudott bemutatkozni így az Európa-bajnokságok történetében? Nyilván ez is egy nagyon fontos aspektus, tehát ezt az örömet, ezt a lehetőséget, ezt nem szabad elvenni a finnektől, mert számukra ez egy történelmi pillanat, egy történelmi gól volt, amit Bogdan Palo szerzett. Ettől függetlenül bizonyára benne volt a dán fejekben a társuk elveszítése, vagy lehetséges elveszítése miatt érzett zavarodottság. De én azt gondolom, hogy ott abban a pillanatban a dánoknak, és talán még akkor sem túlzok, hogyha azt állítom, hogy a finneknek sem feltétlenül ez volt a legfontosabb és az első gondolatuk. Mindannyian, én biztos vagyok benne, hogy inkább azon gondolkoztak, hogy hála az égnek életben maradt az a társunk, akiért imádkoztunk, izgultunk menet közben. Ezek mellett én azt hiszem, hogy most bármennyire is történelmi tett volt a finnektől, eltörpül az, hogy milyen eredménye van egy labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzésnek. Hát az egészen biztos. Mennyire érzed azt, még attól függetlenül, hogy most Eriksenről szerencsére nagyon jó hírek vannak, mennyire érzed azt, hogy itt a dánok a hátralévő két meccsre úgy fel tudnak pörögni, hogy esetleg tovább is juthassanak ebből a négyesből? Játékerő alapján
alapján ez a Dán válogatott, ez nagyon jó pozícióban van, bár mondjuk a játékerőhöz hozzátartozott éppen Eriksen zsenialitása és kreativitása is, tehát szakmailag is borzasztó sokat gyengít a csapaton az ő kiválása. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy azt az energiát, amit ezek a pozitív hírek jelentenek, ezt talán be tudják úgy csatornázni a játékosok, és ki tudják úgy használni, hogy ez még segítse őket a torna hátralévő részében. Eriksennel együtt én azt gondolom, hogy ez egy negyed döntőre, top 4-re is akár esélyesnek gondolható keret és csapat volt ez a Dán válogatott. Ez még így is összejöhet, hogyha ezek a bizonyos plusz energiák, ezek támogatják a csapatot, de nagyon simán benne van ennek éppen az ellenkezője is, hogy innen azért nagyon nehéz lesz megtalálni azokat a fogóckodókat, amik segíthetik őket abban, hogy ebből egy jó torna legyen számukra. Halkan megjegyzem, hogy az EB felvezetéseképpen én ezt ki is emeltem, nyilván még az Eriksen ügy előtt, hogy hát Dánia volt a legjobb formában lévő csapat Európában 2021-ben, hogyha a tét meccseket nézzük, de hogyha a barátságos meccseket Németországban egy-egy szintén nem egy rossz eredmény, úgyhogy valóban ez teljesen átírta a forgatók, a Finn meg az egyik legrosszabb, mert ők meg úgy melegítettek erre a tornára, hogy az észtek tudottan kikaptak 1-0-ra. De ha megnézzük a statisztikát, 22 vagy 24-1 volt talán az összes próbálkozások száma, és így lett 0-1, úgyhogy a finneknek e szempontból kicsit szerencséjük is volt. Csoport másik meccsére rátérve, a belgák mondjuk azt hozták a kötelezőt, és nagyon, nagyon elintézték megint csak az oroszokat, akár csak a selejtezőkben, viszont az oroszok azért asszisztáltak rendesen ehhez. Mennyire eshetett szét ez az orosz csapat azóta, hogy hát 3 éve meg a világbajnokságon majdnem az ellenkezőit láthattuk ennek? Hát szerintem az volt a hiba a Matrixban, tehát ez a 2018-as VB szereplés, tehát ott sem vártuk ezt az orosz válogatottól, hogy eddig jutnak, így futballoznak, ilyen teljesítményt nyújtanak. Azért az oroszoknál azt el kell mondani, hogy ők hoztak néhány nagyon rossz döntést állami szinten is itt a labdarúgással kapcsolatosan, ugye azzal, hogy ezt a protekcionista politikát folytatták, hogy az orosz legjobb játékosokat, azokat feltétlenül hazaviszik, otthon tartják, az értéküket nagyon-nagyon magasra növelik azzal, hogy kötelező őket játszatni a Premier League-ben, mármint az orosz Premier League-ben természetesen, azzal sajnos ellehetetlenítették azt az opciót, hogy bármelyik orosz játékos igazán komolyan jegyzett nemzetközi legis eredményes csapatban futballozzon, és ezáltal olyan rutin gyűjtsön, amilyen például most, hogy ne menjek nagyon messzire, a horvátoknál ott van és rendelkezésre áll. Úgyhogy ennek szerintem a következményei azok teljesen egyenesen megjósolhatóak voltak. Az orosz és a török válogatott nyújtotta eddig messze a leggyengébb teljesítményt az eddigi csapatokból, amelyek bemutatkoztak az Európa-bajnokságon. Ezt persze ki kell használni a belga csapatnak, és itt azért külön szerintem érdemes kiemelni azt a Lukakut, aki úgy lépett pályára, hogy az egyik legjobb barátjaként Eriksennek neki is félre kellett tennie azokat a rossz gondolatokat, amiket ugye már itt említettünk korábban a dánoknál, hogy félre kellett tenniük, hát és ezt, hogy mennyire sikerült Lukakunak, azt hiszem azt jól láthattuk. Ő szerintem az egyik legnagyobb obsztárja lehet ennek az elmének, mint ahogy az egyébként egyik legnagyobb obsztárja volt a klubszezonnak is már. Talán Lukakutól is azt kaptuk, amit vártunk, hiszen azért idén tényleg jó szezont futott, és ezt az EB-n is megmutatja. Ha az A-csoportra rátérünk, ugye szombati napon jött a másik meccse ennek a kvartettnek, méghozzá a Wales-svájci mérkőzés. Ugye te is láttad, én is láttam. Nekem azok a benyomásaim erről a meccsről, hogy Svájc gyakorlatilag nagyon nyerhette volna ezt a meccset, aztán mégiscsak egy pont lett belőle. Te hogyan látod? Egyértelműen jobb volt Svájc, jobb is sokkal, mint amit vártam volna a svájci válogatottól. Persze viszont nem tudta kihasználni azokat az erősségeit, amik egyébként itt a tornán majd még elképzelhető, hogy kihasználhatóak lesznek számára. Hogyha lesznek területek, lesznek nagyobb területek a Velsziek előtt, akkor azt Daniel James, Gareth Bale és több olyan Velszi játékos kihasználhatja, akiknek éppen ez az erényük. De itt Svájcra visszatérve szerintem jobb, összetettebb és higgadtabb játékot láttunk Petkovic csapatától, mint ahogy az esetleg akár a minőség alapján elvárható. Bevallom, nekem Petkovic az egyik nagy kedvencem edzőként. Ő szerintem egy nagyon nagy tudású mester, ezt már a Lációban is korábban megmutatta. Úgyhogy az ő hozzáadott értéke lehet az, ami miatt Svájc a második erejévé nőheti ki magát ennek a csoportnak.
Mit gondolsz, hogy az utolsó fordulókban ki lehet az a csapat, vagy kik lehetnek azok a csapatok, amelyek itt az olaszok mögött befuthatnak még továbbítóként, mert így az első meccs után meg alapjáraton megnézi az olasz válogatott eddigi teljesítményét, nem nagyon, nincs nagyon benne a pakliba, hogy itt az olaszok ne jussanak tovább. Az olaszokra azért kettő, na, sokkal nehezebb meccs vár, mint amilyen a törökök elleni volt, én azt hiszem, legalábbis azt is nagyon nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy a törökök még egyszer ennyire gyengén játszanak, mint ahogy az olaszok ellen tették, úgyhogy annál szerintem kiegyenlítettebb ennek a csoportnak a képe, mint amit mutatott ez az olasz-török meccs, és utána esetleg egy nappal később a svájciak velsziek elleni játéka. Hogyha most reálisan gondolkoznék, akkor azt mondom, hogy az olaszok mögött Svájc az, amelyik egyértelmű, hogy tovább fog jutni ebből a csoportból, legalábbis az első fordulóban mutatott játék alapján, és elvileg papíron azt gondolom, hogy a velszieknek is meg kellene előzniük a törököket, nem feltétlenül a minőség miatt, mert azért a törököknél is vannak egészen kiváló futballisták, ugye elég csak a közép-hátvéd párosra gondolni, mind a ketten topligában, akár mondhatjuk, hogy meghatározó futballistának számító játékosokról van szó, ugye Demiráról és Szöyüncsről, erről is ott van Burak Yılmaz, aki másodvirágzását ért el Lille-ben, Calhanoglu, aki az egyik legjobb szezonját tudta le az AC Milánban, úgyhogy van ebben bőven még potenciális lehetőség, vagy kellene, hogy legyen ebben a török válogatottban, de jelenállás szerintem mondjuk persze mondanám. A C csoportra rátérünk. Neked Észak-Macedónia bemutatkozása hogy tetszett így elsőre? Hát ők, az várható volt, hogy lesz ugye egy ilyen játékerőt képviselő csapat azzal, hogy a Nemzetek Ligájából ezt az új kvalifikációs rendszert behozták. Én ennek örülök, bevallom, és örülök, hogy ha már ez a csapat ebből a negyedik ligából valamelyik kell, hogy legyen, akkor az az Észak-Macedon. Én Goran Pandev játék amiatt is egy kicsit szimpatizáltam velük, meg ez így még szebb, hogy ő szerezte ezt az egyetlen gólt. Túl nagy tényezőként nem kell számolnom szerintem az Észak-Macedon csapattal, vagy a Macedon csapattal, hogyha úgy nézzük, de ettől függetlenül ez egy nagyon szép, meg aranyos történet, azt mondom. Nézzük meg az osztrákok szempontjából, először adtak ugye az Európa-bajnokságok történetében győzelmet, és ez nekik ugye három pontot jelent, amivel akár már adott esetben az összes többi meccsét elveszíti Ausztria, tovább lehet jutni, igaz, nem a saját kezükben van, vagy nem a saját sorsuk van a saját kezükben, de azért mennyit jelent ez a győzelem, ha megnézzük azt a gólt is, amit kaptak, Pandev azért nagy köszönetet mondhat az osztrák védelemnek is, szóval ilyen gyermetek hibák megint becsúsztak. Hát igen, egyrészt az osztrák csapatban, ez már 5 éve is így volt, amikor az első meccset Magyarország ellen vívták, mindig sokkal több volt annál, mint amit például az előző három Európa-bajnoki mérkőzésen láthattunk, azért itt Alaba helyének a megtalálása az kulcsfontosságú. Zavicer, Lainer, az egész csapatot nézve nagyon sok olyan futballistájuk van, akik európai topligákban szintén nagyon fontos szerepet játszó játékosok, lényegesen több, mint például a magyar válogatottnak. És ehhez képest szerintem ők azért nem nagyon hozták ki azt a teljesítményt magukban, ami kellett volna. Említetted ezt a Macedon gólt, ez egy nagyon fontos mérő eszköz, vagy egy nagyon fontos indikátor azzal kapcsolatban, hogy hol lehet mondjuk itt az osztrák csapatnak a gyenge pontja, de mondok még egyet, Arnautovics gól öröme. Tehát, vagy most idézőjelvet éve gólöröme, tehát az, ahogy ott a játékos társakkal ő pörölt, meg mutogatott a kispad felé, meg ahogy viselkedett így önmagában, hogy eleve próbálta befogni a száját közben, az azért jelzi, hogy vannak olyan bomlasztó elemek ebben az osztrák válogatottban, amik megakadályozzák, hogy ők igazán komolyan vehető csapatként funkcionáljanak ezen a szinten is, holott pedig ugye tényleg erről érdemes beszélni, a játékosaik meg lennének ahhoz, hogy ennél sokkal jobbak legyenek. Nagy reményekkel vágott neki a magyar labdarúgó válogatott 2017-nek, hiszen Lisszabonban Portugália folytatta a világbajnoki selejtezőket, ám Cristiano Ronaldo és André Silva vezérletével átgázoltak rajtunk a portugálok, és 3-0-ra nyertek, csak úgy, mint Oroszország felkészülési mérkőzésen júniusban. A pocsék évkezdés után viszont mindenki elkönyvelte azt, hogy a következő VB-s selejtezőn Andorra ellen nyerni fog a csapat. Végül történelmi vereség lett a vége. Ez még eléri, Rebes, visszafejeli, és gól!
Andorra vezet Mark Rebez fejes góljával. Eppel nem tud fejelni. És vége. Andorra nemzeti ünnepe ez a futballban. 2017. június 9-e. Egy Európa. Stork végül maradt a szövetségi kapitány, és két hónap után újra tétmérkőzés játszott a magyar válogatott. Lettország ellen végre megszületett az év első győzelme. Kádár Tamás, Csucsák Balázs, illetve Szalai Ádám góljaival 3-1-re nyertünk. Három nappal később pedig az Európa-bajnok Portugália látogatott magyar földre, és ugyan mi is közel jártunk a gólhoz végül André Silva góljával, mind a három pontot elvitt a Portugália Grupa Marénából. Immár tét nélkül vághattunk neki a svájci elleni meccsnek, hiszen matematikailag sem volt esély a VB kijutásra. A csapat viszont Bázelben teljesen összeesett, 5 gólt kapott, és végül csak Kuzmics Richárd és a góllal debütáló Ugrai találatainak örülhettünk az 5-2-es vereség során. A selejtező csoport utolsó mérkőzésén pedig Ferőert fogadta a magyar válogatott, és Böde Dániel hajrában lőtt góljával 1-0-ra sikerült legyőrni az északiakat, és ezzel az év második győzelmét aratni. A siker ellenére Ben Stork távozott. A stafétabotot ideiglenesen Szélesi Zoltán vett át az utolsó két novemberi felkészülési meccsre. Egy Andorrához hasonló mini állam ellen vívta első mérkőzését a magyar válogatott novemberben, Luxemburg ellen, ahol Nikolic Nemanja góllal térült vissza a magyar válogatottba. Ellenben ennek a mérkőzésnek sem örülhettünk a végén. Ott a fejes, és ezt már befejeli. Persze, Marvin Martin sem hagy ki mindent. 3 méterről, a teljes védelmen átszáll a labda a kapus a gólvonalon. 2-1. Lückholz csapata, Luxemburg válogatottja, győz. Luxemburg történetében ez egy nagy siker. Egy olyan együttest vert meg Luxemburg, amely ellen 10-ből 10-szer vesztett. Mi pedig kipipálhatunk egy újabb csapatot, amelyik ellen most már nem, hogy nem 100%-os a mérlegünk, hanem már veretlenek sem vagyunk. Az évet pedig az ellen a Costa Rica ellen zárta a magyar válogatott, amely kijutott a következő évi világbajnokságra. Egy Mütjinland. Nagy Dániel. Na, 28-30 méter is megvan a távolság. Ugrai. Laposan, és itt a gól. Belenyúl Nikolic, 1-0 ide. Nem egy jó lövés ez, de Nikolic megmenti. És kapja Ugrai a labdát, éleszögből. Nem találta el jól. Nikolic, ez is jó lehet még. Nagy Dániel, Ugrai gól helyzetben. Ó, de kár érte. Jó lövés, Tibusz, Bolányos lő, Tibusz, van vége a meccsnek. A magyar válogatott megszerezte 3. győzelmét ebben az évben. Lettország és Feröer szigetek után egy világbajnoki résztvevőt, most Costa Ricát. És ahogy ígértem, egy toplistát is beszorunk ebbe az adásba, amivel rengetegen elkészítették azt, hogy szerintük kik azok a játékosok, akik nem lehetnek ott az Európa-bajnokságon. Szóval arra gondoltam, hogy egy nagyon gyors, egy nagyon egyszerű és csak saját véleményt tartalmazva, de azért én is bemutatom ezt a 10 játékost, akit én személy szerint itt hiányolok erről az Európa-bajnokságról egyéb okok miatt, úgyhogy kezdjük is. Hát az egyik ilyen játékos egyértelműen Zlatan Ibrahimovic, akinek hát a hiánya nem hinném, hogy nagyon megérződne a svédeken, hiszen nagyon összekovácsolódott ez a svéd gárda, amióta Ibrahimovic nincsen ott, hogy ennek most ő az oka vagy nem, azt nem tudom. Tény, hogy amióta visszatért márciusban a válogatottba, sem szerepelt azért rosszabbul Svédország, mint szokott, de mint karakter szerintem azért hiányozni fog, és tényleg jó lett volna ilyen veterán játékost ilyen jó formában, mint amilyenben a Milánban volt életkorához mérve látni ezen a kontinens viadalon. Talán nem lehet meg senkit, hogy Szoboszlai Dominik nevét megemlítem, de egyszerűen nem lehet elmenni egy olyan játékos neve mellett, aki hát kilőtt minket az Európa-bajnokságra, és itt akár még említhetné Pátkai Mátét is, aki nélkül is most azért a válogatott megtalálta magát, de hogyha neki nincsen a horvátok és a Velszek elleni gólya selejtezőben, akkor sem biztos, hogy ilyen jó eredményt érünk el. De ez most mindegy is. Szoboszlainak a hírneve külföldön is, mint magyar játékos, már ez tényleg mutat egy olyat, hogy egy olyan hírértéket, hogy azért nem csak azért tettem fel erre a listára, mert magyar vagyok, hanem azért is, mert ha valaki nagyon, akkor ő megérdemelte volna ezt az Európa-bajnokságot, de nagyon reméljük, hogy majd 4 év múlva, pontosabban 3 év múlva megint lesz lehetősége bizonyítani. Szintén hiányolom Jesse Lingardot az angol keretből, aki
majd nagyjából már az egész karrierét, vagy hát nem az egész karrierét, de majdnem tényleg a karrierjét elrontotta itt a Manchester United-ben, és utána ez a West Ham-es kölcsönadás olyan gátat szabott át nála, hogy az egyik legjobb formában lévő angol játékos lett, úgyhogy szerintem ő lehet, hogy a válogatottban is tudott volna alakítani, úgyhogy azért sajnálom, hogy ő végül nem került be, mert amikor a VB keretbe bekerült, akkor nem volt olyan jó formában, mint amikor mondjuk most az EB keretbe beválogathatták volna, de hát ez Southgate döntése. Erling Haaland kicsit különleges ezen a listán, hiszen nem, hogy ő nem lehetett az Európa bajnokságon, hanem az egész norvég válogatott sem, és napjaink egyik legjobb góllövője, akinek megadhat az, hogy Európa bajnoksága játszik, mert például Luis Suáreznek, Neymarnak vagy Messinek nem adatna ez nyilván meg, hogy egy EB-n játszon, de Haalandnak mindenféleképpen kell legalább egy Európa bajnokság, legalábbis én nagyon szeretném őt megnézni világtornán is, de a norvég válogatott egyelőre úgy néz ki nem egészen alkalmas erre, hogy ezt az egészet számára megteremtse. Jan Oblak Haalandhoz hasonlóan nem tudott kijutni válogatottjával, de ő talán még kevesebbet is tudott hozzátenni, mint mondjuk Haaland, hiszen még Haaland eldönthet mérkőzéseket, rúghat ahány gólt, Oblak legfeljebb hátul tudja lehozni a meccseket, ezt meg is tette a selejtezők során tény, hogy a szlovéneknél nem volt meg az a játékos keret, az a minőség, hogy aztán végül oda tudjanak érni az Európa-bajnokság csoportkörére. De Európa legjobb kapusa, egyik talán legjobb kapusa fog hiányozni, hiszen nagy neveket még említhetnénk, például Alisson, Ederson, mint brazilok, vagy például Mendy, aki a Chelsea-ben idén remek szezont futott, ugye ő is például szenegáli játékos, aki pedig nagyobb kapusok közül kimaradt, az pedig ugye Ter Stegen a német válogatottból. Őt végül nem tettem fel erre a listára, mert Sergio Ramost igen, aki hát az elmúlt két szezonban remekül teljesített, és nem csak mint védőként, hanem azért gólmennyiségben is, és lehet itt mondani, hogy mennyi 11-est belőtt, hát azt is valakinek ugye be kell rúgnia. Nem a legszimpatikusabb, sőt nekem se szimpatikus figura Ramos, sőt, de az eddigi teljesítményt, az eddigi pályafutását azért el kell ismerni. Nélküle is meg lesz szerintem azért a spanyol válogatott, de valószínűleg jön fog hiányozni onnan a védelemből. Na és ha valaki nagyon fog hiányozni valamelyik válogatott védelméből, az Virgil van Dijk, aki hát szeptemberben sérült meg korábban, mint Szoboszlai, és még mindig nem tudott felépülni erre az Európa-bajnokságra. Pedig egy kiváló hátvédről van szó, sajnos olyan régi a sérülés, hogy ezt nem mondhatom, hogy napjaink legjobb középhátvédje, vagy egyik legjobb középhátvédje, és így is kiváló kerete van a hollandoknak, de vele lenne igazán teljes. Szerintem teljesen meglepő név következik most a listán, de a lengyel válogatottból kicsit hiányolni fog a Arkadiusz Miliket. Igaz, őt azért is tettem fel a listára, hogy legyen valami kicsit váratlanabb név, és ne ugyanazokat a neveket hallgassátok ezekben a videókban, de belegondolunk, azért mégiscsak Milik ezzel a marseille klubváltással szerintem jól döntött, és azért a lengyel válogatottnak hasznára lenne, és azért lenne legalább társa Lewandowskinek, nem csak Lewandowski nyakába zúdulna ez az egész. Nem Milik a legnagyobb világklasszis a lengyeleknél, nem Milik a legnagyobb világklasszis a Marseille-ben, de valamiért én hiányolom azért az ő játékát majd az EB-ről. Ahogyan Kalmárét is. Vele zárnám ezt a listát. Az utóbbi években, az legutóbbi évben az ő személyben egy rendkívül kreatív és egy rendkívül fontos személyiség, egy rendkívül fontos középpályást ismerhettünk meg, amely Marco Rossi csapatának az alapembere volt, és nagyon sajnálatos, hogy egy Andorra elleni mérkőzésen, még egyszer hangsúlyozom, egy Andorra elleni mérkőzésen, vagy mérkőzés miatt kell kihagynia egy teltházas Európa-bajnokságot, amely Portugália, Franciaország és ugye még idegenben a németek ellen is tartalmaz programot. És talán még Kalmár nem is pótolhatatlan, de mint emberként rendkívül sajnálom őt, mert csak úgy, mint Szoboszlai, ő megérdemelte volna. És még említésként, de a listámra már nem tettem fel Zsuzsák Balázs, akit én személy szerint egyébként, de mégiscsak azért ő megérdemelne egy 109. válogatottságot, én legalábbis szurkolok neki, hogy ez meg legyen. Nagyon szép, amit letett az asztalra, nagyon elismerem, de ennek a válogatottnak már rá nincs szüksége. A legutóbbi 13 meccsünkből, amióta Zsuzsák nem játszik, egyet veszítettünk el. Nem tudom, mennyi köze van ehhez ennek, lehet semennyi, lehet, hogy van azért ennek hatása, de szerintem Zsuzsákra már nincs szükségünk, de egy búcsú meccset legalább, nem is ezen az Európa-bajnokságon, egyáltalán nem ezen az Európa-bajnokságon, de ő megérdemelne a válogatottban, és ezért abban is bízok, hogy marad itt az NB1-ben. Ez lett volna ez a top lista, ugyanez most egy eléggé
szabadszájú toplista volt, de ez mondom azért is, mivel ezt a témát régebben felvetettem én, hogy a műsorba beleteszem, aztán már többen beelőztek ezzel, úgyhogy kevésbé szakmaiasan, de megpróbáltam bemutatni ezt a 10 játékost, akik nekem valamennyire azért hiányt jelentenek erről az Európa bajnokságról, és nálatok kik ezek, úgyhogy várom ezeket is kommentben. Na és ezúttal a Kötetlenül című rovatra, az rovatban arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha, ha már úgyis sikerült megrendelnem a Pest, akkor hát lejátszanánk-e a mai mérkőzéseket a Pestben. Nos, mivel ez az adás, tisztában vagyok vele, hogy az egyéb készültségek miatt biztosan nem fog kikerülni a Skócse meccs kezdetére, de még a lengyel-szlováknak a végére sem biztos, ezért lerövidítettem a programot, és csak a lengyel-szlovák és a spanyol-svéd meccset fogom lejátszani. Egyelőre még nem tudom garantálni a jó minőséget, úgyhogy ezért elnézést, de megpróbálom valamennyire úgy összeszerkeszteni, hogy ezért élvezhető legyen, úgyhogy szerintem csapjunk is bele, lengyel-szlovák és spanyol-svéd. Hát remélem, hogy ezért az én hol gyenge teljesítményemet ezek a valóságban nem fogják visszaadni. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett, van-e igény erre a közeljövőben, mert akkor ilyen hasonló még előfordulhat. Mindenesetre én már búcsúzom, holnap ugyanúgy találkozunk, sőt holnap meccsnap. Mi lépünk pályára Portugália ellen, úgyhogy egy hasonlóan színes adással készülünk majd, úgyhogy jó meccsnézést, sziasztok!